Április 1. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többé ő vele. Mondta azért Jézus a 12-nek. Vajon ti is el akartok-e menni? Felelt néki Simon Péter. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. János evangélium a 6. fejezet, 66-tól a 68. versig. Ma is sokan sértődötten zugolódnak. Kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? János evangélium a 6. fejezet, 60. vers. Dicséret és hízelgés jól esne a fülüknek. Az igazságot azonban nem akarják hallani. Amikor tömegek követik őt, zúg a diadalkiáltás, hangosan dicsérnek. De ha a szíveket vizsgáló Szentlélek leleplezi bűneiket, és megparancsolja, hogy hagyják el azokat, akkor hátat fordítanak, és többé nem járnak Jézussal. Mihelyt a csalódott tanítványok elfordultak Krisztustól, egy másik lélek vonta őket az irányítása alá. Jézus ellenségeit keresték, mert az ő szellemükkel érezték most már egynek magukat. Jézus megrendülten nézte egykori tanítványait, akik eltávoztak tőle. Kimondhatatlan szomorúsággal töltötte el, hogy együttérzését, szeretetét, kegyelmét visszautasították. Ezek az események tették őt a fájdalmak férfiává, a szenvedés ismerőjévé. Jézus a 12-höz fordult, és így szólt. Vajon ti is el akartok-e menni? János evangélium a 6. fejezet, 67. vers. Péter kérdéssel felelt. Uram, kihez mehetnénk? Elhagyni Jézust annyit jelentett, mint a ceremóniákhoz mereven ragaszkodó, becsvágyó emberek közé kerülni. Péter fejezte ki a tanítványok hitét. Te vagy a Krisztus. E horgony elveszítésének még a gondolata is félelemmel, fájdalommal töltötte el lelküket. Nélkülözni a megváltót annyi, mint sötét, viharos tengeren hányódni. Jézus élete Válság Galileában című fejezetből.